Sziasztok srácok, ebben a videóban Dynamite-ba fogunk Stardroppo. No, no, ve, no, no, Dyna, no, no, Dyna. Mi az, Derry, ne, Jackie, ne, Jesse is. Levonták a kupáimat. Semmi. Már Club Bridge-ben már negyedikek vagyunk. Szóval Dark Fairy Genetsken ez valami borzadályosan otromba. Begyűjtjük az ingyen 10 izét, amiből már van 5000, azt már, ahol már kis vásárt lehetne nyitni. Nekem mennyi olyanom van. Ma nem fogunk rage-elni, mert ma nem olyan kedvem van. Trash Poco skin, hát jó lenne megvenni, de most nem rágyújtunk, hanem az Orochi Edgarra. Of damage with Penny B Urkesz, hát sem fogunk questekre rámenni nem fogunk, de Dynamike. Hú, de jó, hogy tegnap nem értem el vele amúgy az 550-et, mert akkor, hogyha levonta volna mindet, én agyrákot kaptam volna. Na, próbáljunk meg power match-ezni. Ja, vagy inkább először menjünk egy brawl volt, nyerjük meg. Hogy, hát én jobban örülnék egy payloadnak, vagy egy bully brawl-nak, hogyha bejönne, de hát a payload az nem tudom, mikor jön be újra. Lehet, hogy csak hétvégente vagy. Vagy nem tudom, mert most sincs bent. Meg most se volt bent a hétvégén. Bár mondjuk a takedown az erészről egyébként úgy nem rossz. Hát, hogy van takedown. Milyen gól? Jaj, már azt sem tudom, hogy hol vagyok. Nem is figyeltem, csak így az, hogy vacs, mi történik. Úgy egyébként. Na, az mondjuk, hogy a szaros. Ott van egy Barley, és meg is halt a Bibi R7. CR7. Lehet, hogy azt akarta, csak elrontotta. Jaj, de jó! Síró! Oké, hogy nem támadtam senkit, de azért nem csak én játszok. Tehát már megint egy-egy van. Nem! VTF! Jó, azt jó. Ez mondjuk biztonságos azért. Hát ez nem. Tehát egy-egynél ezt így nem szívesen látja az ember. Az meg. És minden csajc leka. Na, menjünk. Primo kapja. Primo. Nézzük, ott a Primo dögleni készülődik. Jó, Primo, Banjo. És itt ezt nagyon elbaszta. Hát én is. De azért még beléjük sebeztem egy
Vikarcit. De az gól, mert nem tudja kivédeni a tig, de... És meglepő módon ki tudja védeni a fogyatékos tig. Faszomat. Jó, 1-0. Hát ez még rohadtul nem azt jelenti, hogy mi nyerjük az előző meccsből okulva. Na, látjátok? Már is nem mi állunk nyerésre itt mindjárt. Mert hogyha berúgnak egy gólt, annak már nekik gyerekjáték. Nekünk meg nem annyira. Hát mondjuk ezzel szerintem nem lesz gond itt. Hát pár milliméteren múlt, hogy gól lett, de gól. 502. Na ezt a 8 kupát kell úgy meghússzorozni. Nyilván nem, de hát azért szeretném a Dinát 600-ra felvinni majd. Csak ez a két hetente az, hogy van, tehát oké, értem, én is több linket kapunk, meg jobban megéri, jobban nagyobb készítés, hogy játszanak a játékosok többet. De legyen inkább havonta, mert ez így nagyon nem jó. Ez a módszer így. Tehát két heten, tehát két hét alatt a 3 brawlert, vagy 4 brawlert, ha felpusolsz, vagy max 6-ot, de ez tényleg a nagyon max. Still a pair. Nem hiszem el. Nem lehet behatolni. Na jó, behatolok, és kirombolom a védekezésüket. Jó. Yeah! Vadállat! Mit csinálsz te? Mit csinálsz? Mit művelt a Franka úgy? Jó! Leon nem bírta elkapni csak engem, de ez meg megakadott. Frank az már nincs gadgetje, és ultiát sem nagyon bírja elnyomni, mert nagyon, tehát hogy szerintem ő nem egy erős Leon, vagy nem egy erős Frank. Úristen! Ez hogy sikerült? Joker! God Joker belőtte. Hát mondjuk azért ebben én is nagy szerepem volt, hogyha nem nyomtam volna ott útit, szerintem akkor nem mi vezetünk, hanem inkább ők. Jó boly! Jó! Ott van a Victory. Hát szerintem nem ez volt a match highlight amúgy, de mindegy. A highlight az annyira random, hogy bedobja. Na, jöjjön az a rare star drop, jöjjön a 20 coin. Na nézzük, hány coin lesz benne, vagy hány star points, vagy hány power points. 132 coin. Úristen, ez rekord! Hát most megint levont egy 5 millió kupát, az én a season end, az amúgy se a kedvenc részem, de főleg nem két hetente. Pusolni nem lehet. Csak mindjárt felpukosodik a tablet, mert olyan meleg, hogy lehetne tojás sütni. Rántott húst. Az meg... Ne, nem volt ott senki! Miért nem mentek a labdára? Állatból az meg... Jó, jaj de jó, hogy not bekenni tudott a Shelly. Ez szóval nem túl jó, de hogy lefagyott, az jó. Ó, az ultiát pont nem tudta elnyomni a szerencsétlen. Na, ott egy szerencsétlen Rico. Ne, Rico! Rikóba meg.
Jó! Milyen jó, hogy elrúgta, így még épségben van a védelmünk. Jó, de hülye Rico! Bazd meg! Fú, de utálatos karakter! Mindig túléli, minden túléli, már 3v1-be lehozott egyet ellenem valamikor, de végül mi nyertük meg, csak az első kört az 3v1-be lebaszta. És nézd meg most is, mit művel? Frank, na az a másik Brawlból kurva idegesítő, de az másban nem idegesítő, csak Brawlbólba, csak mire leveri az ultiát, megölik. Tehát igazából akkor meg azért nem olyan OP, csak idegesítő. Akkor se OP-t mondanám. Idegesítő. Kurva idegesítő! Hú, hát ez... Ehhez azért kellett egy kis próság, nem tudom. Mindig eltolják a szerencsétlen Franket. Hát mindig eltolták, nem veszi észre. Úristen. De mi ez a meccs? Mi ez a szar meccs? Nagyon izgi, de kurva szar. Tehát olyan rossz nézni, ilyen undorító mozdulatok. Frank? Hol? Jaj, ne. Van egy akkora trickshot, vagy hát nem trickshot. Egy hatalmas gól. Úristen! Hogy rontottad el? Haver! Frank, az itt nyomorodik, bazd meg. És végül én jövök ultival a kapujuk vele. Mi a fasz? És végül mi gyerjük meg úgy, hogy 5 nagy helyzetük volt, csak nem tudták értékesíteni. Jaj, bazd meg. Mindjárt elsírom magam. Olyan rossz volt nézni, hogy ez a Frank játszott. Jó Isten, tehát az ultival úgy rábaszhatta volna, hogy azt örökre megjegyezzük. Tehát itt az overtime része. De meg már a meccs közben is voltak olyan movementek, hogy úristen. Na például az, mikor ott a Rico... Itt a Rico átdobódik, vagy ezelőtt egy picit. Itt. Hú, a zene közben megy az overtimer. Itt elkapom, a Rico-ra ulti, lefagyott, oké, a gél miatt, aztán a Frank is meghal, ulti, izére, eldob, aztán a Frank között baszódik még. Úristen, aztán itt mindjárt jön az overtime. Aztán itt ellövít, ez is egy picit hülyeség volt. Ott a Frank eldobja a labdát. Igen, aztán itt 3v0-ba jönnek. Itt a Shelly az... Itt a Frank is mellé lövi. Itt a Shelly leultizza, aztán én. Aztán itt a Frank jön. És végül én lövöm be. Ott is átpasszolja, de az a Frank az ott nem tudom... Nem tudom, na itt is belőhették volna simán, hogyha nincs ott a gél. És végül itt én jövök 3v0, vagy 1v0-ba, itt már 3v0 van, vagy 2v0, az elpromó hülye kiugrott, én meg bebaszom. Mi a fasz? Még egy win kell. Egy win, és 12-56. Mi van? 10-kor, amúgy fél 10-kor keltem, szóval még csak 3 óra, még csak 3,5 órája keltem. 10-kor keltem, fél 10-kor, gyerekek. Mi a fasz?
Hát igen, nyári szünet van. Hát no way! Jaj, most velünk van egy biztos, hogy szar, szar Frank. Biztos, hogy egy szar. Szar random, biztos vagyok benne. Ez lehetetlen, hogy figyeljétek már, az a Bibi. Jaj, a Bibi, na arra nyomok egy sokkot, majd mindjárt. Egy olyan sokkot nyomok rád, fiam! Hát térjél már magadhoz! Bam bam bim babi boy 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 boy. De ez egy gól. Ha nem csinálunk kurva gyorsan valamit, akkor ez egy hatalmas gól. Persze a Brock is kiszedte a falat. Jaj, persze. Jön is a másik Bubi. Ne! Eskere! GX eskere, de nem hiszem el. Ennyit ért az előző vinünk, egy lúz. Tehát már is csak két kupa maradt abból. Valami nem tetszik nekem. Eddig olyan jól nyomtam Dinával, aztán 550-ről 500-ra úgy lebuktam 5 meccsen, hogy ezt még a világ nem látott. Hú, Jackie! Hogy? De... Cordelius! Mi a fasz? Cordelius az hogyan? Hát, szuper volt. Szuper volt ez. Nem! De mi? Ez mi? Valamit rám nyomott ez a hülye karakter. Nem tudtam támadni se. Há? Nem tudtam, nem is láttam semmit. Eltűnt minden. Nem tudtam támadni. Há? Mi ez? De mi az, hogy nem látok? Hát jó, hogy nem sötétül el a képernyő. Tehát akkor konkrétan egy dolog van az, hogy menekülsz. De még speedbuffot is kap ez a nyomorult. Ajaj. Idle warning jött. Aha, azt mondta, arra a labdára kurvára fog jönni a Frank. Hát szépen kinyírtam 20 000 HP-s Franket. Spanny Cedar! Belly Cedar! Jó, Nets! Nets! Hú, mondjuk az a mascot David az nem rossz. Nem is rossz. Tudja, ott fog jönni. Nem. Akkor én ezt így most belövöm. Sunyiba! Bazd meg! Oda spawnolt a hülye, meg a Daryl is jött. Aj, jó. Hogy nem tudtam támadni se? Aj, ez tuti gól. Aj, de nem hiszem el, hogy ennyire nem tudnak védekezni. You kidding me? Persze, csak ezt tudja a hülye Daryl. Hülye Daryl, olyan irritáló. Szedd már le a nyakamról ezt a nyomoroncot! Itt áll a nyakamon. Még 3-4 percet kellett volna kibírnunk gól nélkül, ezt bebaszták. Jó, Mikip. Hát... kösz. 5-14. Jó. Jöhet a semmi. Nyissuk ki a rert.
De ez csak időhúzás kinyitni, mert tölt vagy 5000 órát, aztán kapok egy ilyen 20 star pointot, vagy 20 power pointot, mindig összekeverem. A star pointok már nincsenek is a játék. De amúgy érdekes, tehát hogy a star pointokat akkor minek hozták be, mert tehát az nem úgy volt, hogy már a játék eleje óta bent volt, hanem akkor jöttek a star pointok, mikor ENZ. Szóval 2019 októbere. 2019 október. 2019 októberbe bejöttek, közben gól. GG. De 2019 októberbe jöttek be. Azok a szarok. Nem hiszem el, hogy nem tudjátok elkapni, mikor 5 km per órával ment az a kurva labda. De ezek meg itt... Persze, amikor már meglátta, hogy a kapuban van, akkor már rögtön elkezdett oda futni a picsájából. Addig nem jutott eszébe. Asszomat. Passzom! Jó! Double kill! Double stun! Mi az Isten double stun? Tehát pont ledobtam a primó miatt, azt a Mortis beledeselt ilyen bénát. És pont lefagytak, és double stun. És double kill is. Ez meg gól. Ezt meg úgy hívják. Hát ezek nagyon gyengék. Nagyon gyengusz. Jaj, úristen, kirombolja a falát. Ez rohadt erős. Rossz nézni. De miért ultit nyomott el, mikor nem ultit nyomtam? Mint elsőre igen, de másodjára már úgy nem. És ezzel egyenlítenek is. Nézd meg, Gabo BV. Hát még esélyesek lehetnek a nyerésre is. Húja fickó. Jó! Nem jó! Mi ez? Ez? Hogy nyerték meg? Mi vezettünk? Fú, fordítás, annyira nem bírom. Noobnak tűntek, de hát kurvára nem voltak azok noobok. Jó, Emz, most rád nincs szükség, ez a harajukú Emz, bazd meg. A Wednesday-es skin. Hát mindegy, leromboltam azért a biztonság kedélyét. Persze a Rico az mindenhol ott van. Csak ő amúgy már alapból bent volt a játékban a Rico, nem? Ha jól tudom. Lehet, hogy full amúgy ez egy fasság, de hogy szerintem ő egy ilyen eléggé alapkarakter. Tehát szerintem azt hitték, hogy a Brawl Stars az nem lesz ilyen nagy sikerű. Például a Heydayt az eléggé jó játék, tehát PC. De a Boom Beach az meg ugye megszűnt egy pár hónapja talán. Nem tudom pont, hogy mikor, pár hónapja. Hát hopsz. Gól. És vélés. Victory! De ez néha már idegesítő lesz, hogy így mindig alá mondja, hogy Victory! Ez egy ilyen ismert emberhang, amint Brawl Starsból egy emberhang, most nem jut eszembe a neve. Talán Lex, de nem akarok hülyeséget mondani.
Lehet, hogy nem ő, csak hogy ezt valami ismert Brawlstars-os mondja. Hú, mi nem haltam meg? Ma oda szórtam az ultit, hogy hát nekem már annyi, legalább ne szerezzék meg a labdát, és pont ott nem volt senki, de nem is haltam meg, szóval tehát simán mehetett volna erre az ulti, hogy leromboljam itt a for... De Pelé! 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 Jaj, de jó, megint elnyomtam a gadgetemet, a drága gadgetemet, de még van kettő szerencsére. Azt nem szeretném elnyomni. Azt már most jelzem. Azt úgy nem tervezem. Léci! Jó! Fú, mekkora szerencse volt! Hát pont meg tudta venni a Primo. Jó, mehetünk. Ultim van, szóval elég sokat ér. Bal kirombolásban, ez így védelem elpusztítás. És tehát, oj, már előettem volna, csak a bárle kivédte volna, tuti. Tuti. Tuti fix, oj, de hülye. Tuti áthozzák a labdát, és bazeg megint az övéké. Nem! Jó, Daryl is. Daryl, jaj. Fú. Ne. Oké. Rob. Robible. Roman Arizzi. De miért passzolta oda az ellenfélnek? Ne passzolj, ha nem tudsz. Hát, hogy már fél pályáról ultival szalad valaki üres kapura is, tehát, hogy úgy, hogy overtime van, az már szinte fix, tehát, hogy az már egy 80 vagy 90% szinte gól. Hogyha úgy szalad, hogy... No. Jó. Amúgy is meghalt volna. Szerintem legalábbis. Biztos meghalt volna. Előbb-utóbb. Há, a szar irányba. Primo, kapd el! Primo! Jacoé, vagy Jacoé. Jacó Y. Vagy Y, Jacó Y. Na jó, most lehet még megindulni. Ó, oh, milyen szép gól! Y, tehát J-jacó, J, mondhatni. Meg így volt a buzz. Na, akkor most az plusz két win. Na és már csak kettő win kell, aztán kimaxoltuk ezt a napot is. Csak már 28 fél óra elmegy a videó. És ma még lesz egy kriminal. Hú, Xabi Minecraft. Xabi. Ki ez a Xabi? Nem! Jó, Max az idejön, úgyis. Ide fog. Jaj, ne! Max is meghalt, az is meghalt. Ne, de miért forog? Ezt még simán elronthatja. És el is rontja. Úristen. Nagyon amatőr volt. Nem tudom, miért kellett forogni. Ezért kellett forogni, hogy elrontsa. Csak 2300 HP, ez nem egy életbiztosítás. Mondjuk 15%. Gratula. Nem hiszem el, mindjárt kell menni tölteni, csak... Töltöm van egy másik mobil is, ami 0%-on volt egy 3-4 órája talán.
vagy egy órája, nem tudom, az már biztos feltöltött legalább annyira, hogy be lehessen kapcsolni. Jaj, ne! Nem! Max, mit csinál? De mit csinál a Max? Fú, hát... Max tovább bit. 8 bit. Ó, ez most... 8 biten azért múlt itt valami. Mi vagyok vele? 8 bit, a semmiért teleportál. Persze, hogy nem tudjuk kivédeni, és persze ilyenkor is megy az idő, mikor már belőtték a gólt, szóval ez plusz, mínusz 2 másodperc. Van, amikor már azon múl meccs. Azon a 2 rohadt másodpercen. Jó! Na jó, most még meg lehet indulni. Én azt mondom. Mondok egy ilyet, aztán ez merész. Ez bizony kurva merész. Kurva. Hagyjuk. I'm got short girls. Jaj, bull. Hát ezt én nem hiszem el. Már megint kaptunk egy gólt. Kurva élet. Jó, most már csak is a bull él. Ez itt nem fogja túlélni. Hát mondtam, hogy nem, de az életem árát. Életem múlt ezen a szaron. Hülye bull, 46 HP-ja volt, vagy mennyi? Lőd már, taskold, paskold meg a faszát! Mit csinálsz? Simogatod a fejét, vagy mi? Ingázunk, bazd meg! Plusz 8, mínusz 6, plusz 8, mínusz 50. Mindjárt visszamegy a faszom a torkomig, bazd meg! Bull, amúgy mi a tökön faszát csinálsz? Jó, Dynamite, ne mondogasd! Ó, bazd meg! Le is fagyasztott ez a geci. Mármint, hogy egy kisfiú, egy Frankenstein. Amúgy Frank már benne volt a játékban, szerintem ő nem. Nem, ő szerintem ő hamar lett hozzáadva. De ő alapból nem volt benne. Frank nem tudom mikor jött be. Az a baj, nem tudom pont mikor. Mikor jöhetett? Hát Tick, az nyáron jött. Hát Frank az már... Tehát ugye jó volt, persze már megint 1-0. De ugye nem tudom, hogy mikor jött be. Az első az Leon volt, akit hozzáadtak, én úgy tudom. Na, hogyha még egy gólt bezsákolnak, vagy belülnek. Azt ott megindulásnak lehet nevezni, de ez már megint az övéké.
De jó, hogy elbasztam a gadgetem, most már csak egy van. Bobby Bob! Happy, happy, happy. Geci, olyan lesz, mint Horváth András. Pszichopata. Boy. De most csak úgy csúnyán beszél. Ba-ba-ba-ba-ba-ba, Stumblebee. Stumblebee. Stumblegaze. Stumblegaze. Van olyan a játékból. Van olyan a játék, hogy Stumblegaze. Most ez egy kimondott nagy szerencse volt, az öljétek ott meg. Azt ott meg kéne. Miért a Mandy fele? Miért nem a Mandy fele mentem? De jó ég! Én ultival be akarom trickshotolni. Trick, hát mindjárt belövik. És megöl ez geci bot! Hát mindjárt, mindjárt leszopom magam. Jó, nem én fogom lőni a gólt! Én akarom lőni a gólt. Ahó, de ő fogja. De nem. Kurva élet. Én akartam lőni. Hát hejha. Jó, már csak egy win kell. És akkor, akkor maxos vagyunk. Hú, hát azért már csak olyan meleg. Tablet 2.0. Főleg, hogy nyár is van, szóval itt még jobban nem bírja a meleget. Mondjuk érdekes, hogy a másik telóm, a régebbi, az télen puposodott fel, úgy december körül. Ja. Azon volt akkor még, hát nem tudom, olyan 2021 december. Tehát tehát ez egy-egy. Amúgy nem tudom, hogy, tehát szerintem ő egy noob, kisétál be a labdával. Tehát lehet, hogy csak biztosra ment, mert már ugyanannyiszor vesztett kb. Mint én. De lehet, hogy ilyen noob, hogy csak besétálni tud és belőni, azt nem ismeri azt a fogalmat, hogy lehet ellőni a labdát. Jaj, de jó! Jaj, de szuppé! Ja, mondjuk azért, hogy? Mire mentettük? Hogy? A Tara az olyan OP amúgy. Ledobta az ultiát, és emiatt nem lőtték be a döntő volt. Tehát ez meccslabda volt. De nem. Már megint! Figyeljétek meg, már kétszer a Tara döntötte el a meccset. Jó. Bum. Dep, dep, derelere, dep, dep, dördep. Dep, dep. És figyeld, ott a gól. Hamster Johnny J. Ez biztos olyan OP volt, azt szerintem nézzük már meg, hogy ez milyen OP.
Legenda! Mi a fasz? Á, 1000 coin. Figyel, 1000 coin. 1000 coin. Gadget! Fú, de nyakon basznám a készítőt! Na, és nézzük meg. Lilbot. Bilbot. Master Kitty. Hamster Johnny G. Hamster Johnny J. Bot Edge. Meg valami. Lune 6 ton. Whisper ton. Nézzük, ez biztos. Úristen, 35 ezer. Royal Legends. Ezt nézzük már meg ezt a klánt. Experience level majdnem 200. Nekem 150 vagy mennyi? 140 az experience, 148. A roborámbölöm, most challenge win az 5. Ja igen, mert ugye megszakadt a játékom, de amúgy, tehát már nyertem vagy 10 challenge-et vagy nem tudom. Tehát már nyertem olyan 16 challenge-et. Csak ezt itt most nem írja. Jó, amúgy meg baszki, kiment az a challenge. Amit meg akartam csinálni, az a gombás. Hát mindegy. Az a player icon, azt úgyis meg lehet most már venni. Mondjuk ez egy jó player icon volt, ráadásul ingyen. Ezt meg lehet venni most már, ugye? Ide bejövünk, és egy ilyen nagyon gombás volt. Ilyen gomba volt rajta, vágjátok. Közben itt a... Melyik Asteriket is akarjuk megszerezni? A Ticket, a Squeak, Mr. P, meg a Sprout. Ez mi? Ja, ezt gondolom gáz. Ja, ez gáz. Na, itt már meg lehet venni, nem? Mi nem lehet? Nem lehet megvenni már. És ez nekem nincs. Ja, ez a Leopard Maxhez tartozik. Mert van egy hasonló nekem. Egy ilyen karmolós. Hol van? Itt van ez a karmolós. Hát azért nem olyan sok a különbség. Hát de kurvára. Hát az a challenge az ennyi volt, nem is lehet megvenni, de hát az... Nem volt egy brutál menő player icon, egy... Én azt mondom, hogy ez egy 10/7-es. Viszont ez a player icon. Úristen. Best player icon. De most a player icon, amit beállítok, az melyik legyen? Most melyik van nekem? Ja igen, ez. Beállítom a Crow-t. Kedves Crow. Rá. Itt van. Na, sziasztok!